Szia! Nagy Zsolt vagyok ismét a Vitakin Kft-től, és most egy kicsit rendhagyó módon, ugye fehérjékről fogok neked mesélni. Lehet, hogy észrevetted már, hogy az utóbbi időben egy kicsit többet foglalkoztam azzal, hogy mik is azok a fehérjék, illetve aminosavak, amik ugye jótékonyan tudnak hatni a szervezetünkre, mik lehetnének azok a jó források, amitől jobban tud működni a testünk, és ebből adódóan ilyen jellegű készítményekkel is foglalkozunk. Na most a taurint vettem most elő számodra, és azt szeretném neked megmutatni ebbe a videóba, hogy hogy tud hatni úgy az egészségedre, hogy hosszú távon energikusabb, soványabb, és minden mellett gyakorlatilag egészségesebb tud maradni a szívrendszered, és majd talán egy másik videóba azt is, hogy az egyéb szerveidre hogyan hat. Elsősorban egy olyan táblázattal kezdenék, hogy hogyan is alakult régen a gyűjtögető, vadászó életmód mellett a tápanyagbevitel. Ezen az ábrán azt fogod látni, hogy amikor még tényleg ezzel a módszerrel szereztük a napi tápanyagunkat, akkor nagyobb mennyiségű volt az állati eredetű élelmiszerbevitel, és minden mellett azért elég nagy mennyiségben vittünk be egyébként zöldségeket is. Viszont az energiánknak a zömét azt ezekből az állati eredetű élelmiszerekből nyertük. És hát ennek az összetétele a kutatások alapján azt mutatja, hogy nagyon nagy volt a taurin tartalma ezeknek az élelmiszereknek, tehát nagyon jelentős mennyiségben vittünk be a testünkbe ilyeneket. Mégpedig ez adódhat abból, hogy ugye a gyűjtögetés egyik része lehetett az is, hogy tengerparton, különböző vízmeletti területeken ugye alakult ki az élet, és ott könnyűszerrel jutott hozzá az ember kagylóhoz, rákfélékhez, és ugye ennek a mennyisége, vagy ezeknek ugye a taurin mennyisége sokkal több, mint az átlag egyéb élelmiszereké. Hogy mire is hat a taurin, azt a következő ábrán szeretnéd megmutatni neked, hogy érrendszer, retina, fogíny, testsúly, sportteljesítmény, még a fülzúgást is enyhíti, és a EPE elválasztást például nagyban segíti. Az élelmiszerekről kicsit bővebben ezen az ábrán mutatok neked, hogy tényleg hogy is támasztja ezt alá, hogy ez a gyűjtögetés, vagy a kagylófélék, rákfélék, halféléknek ugye a beszerzése az nagyon-nagyon magas taurin tartalommal bírt, és minden mellett ugye még a különböző ilyen szárnyasokban van ugye nagyobb mennyiségben ez az aminosav. Tehát ha elemezték azt, hogy mondjuk hogy táplálkozott ugye a gyűjtögető ember, akkor azt tapasztalták, hogy magas volt a taurin tartalom, ami nagy valószínűséggel ennek köszönhető, hogy ezeknek a táplálékoknak ugye magasabb a taurin tartalma. A következő ábrán, a táblázatban azt szeretném neked megmutatni, hogy a testünkön belül hogy oszlik meg a taurin. Mik azok a szervek, illetve sejtek a testünkön belül, amik nagy mennyiségben igényelnek, vagy nagy mennyiségben megtalálható bennük a taurin. És ugye kiemeltem neked, hogy egy picit ebbe a videóba a szívérendszerről szeretnék neked majd mesélni bővebben, és azt fogod látni, hogy gyakorlatilag ugye a sejtek, fehér sejtek, vérlemezkék, ugye, és ugye a szív is ugye nagyobb mennyiségben tartalmaz taurint. És ezen kívül, amit kiemeltem, ugye az az EPE, ahol ez tényleg egy eszméletlen magas értéket ér el, ami ugye arra is utalhat, hogyha mondjuk ugye fehérjéket, és ugye azoknak a fehérjéknek, tehát az állati eredetű táplálékoknak a táplálékok mellett ugye nagy mennyiségű zsír volt található, akkor gyakorlatilag érthető is ez, hiszen a taurin maga segítette azt, hogy mondjuk az EPE elválasztás, az EPE mennyisége nagyobb legyen, egy hígabb, egy könnyebben kiürülő EPE váladékot kapjunk, ami például abszolút segíti azt is, hogy mondjuk egy mai élet mellett nézve, mert valószínűleg vadásznak ez nem okozott problémát, hogy veseköve legyen, vagy epeköve legyen, de itt gyakorlatilag azt is segíti, hogy ezek ne pangjon ott semmi, hanem nagyon könnyedén ki tudjon örülni, és ne legyenek epekövek. Az első videó, vagy első tanulmány arról szól, hogy a pangásos szívelégtelenségben hogyan tudott segíteni a taurin. 3 grammot adtak a résztvevőknek, és hát mellette ugye az összehasonlítás a Q10 volt 30 mg-mal, hát ez
Ma értékelve azt mondhatnánk, hogy a 30 mg nagyon kevés, tehát lehet, hogy egy nagyobb mennyiséggel jobb eredményeket értek volna el, de mindemellett inkább arra koncentrálnék, hogy a taurin maga milyen fantasztikus eredményeket ért el. Ugye a szív teljesítményét, az összteljesítményét összefoglaltam ebbe a táblázatba, hogy az értékek hogyan változtak. Például az, hogy mondjuk mekkora mennyiségű vért tud kipumpálni a szív, hogyha elegendő mennyiségű taurin van a szervezetben. Azt ugye befolyásolja az is, hogy ugye a pulzus, tehát hogy hányszor húzódik össze ugye a szív. Látod, hogy egy picit ugye megemelkedett a taurin esetében a pulzus szám 72-ről 74-re, ez az átlagos pulzus szám, ez nem vészes még azt gondolom, viszont a kipumpált milliliter, tehát a vér milliliter mennyisége, az elég erőteljesen megemelkedett a taurin esetében. És hogyha ezt megnézzük arra vetítve, hogy mondjuk mennyi időegység alatt mennyi vért tudott kipumpálni, akkor ott is azt látod, hogy a 4,8-ról 6,3-re emelkedett az érték. Tehát ez azt jelenti, hogy sokkal több friss vér kerül be a szervezetedbe, sokkal több tápanyag tud eljutni, sokkal gyorsabb lesz az anyagcserénk is ezáltal. És ami még érdekes, hogy ez a kilökődési frakció, ez gyakorlatilag az, hogy mondjuk a mennyi marad vissza ugye a szívben, mennyi vér. Tehát az, hogy mondjuk megtelítődik vérrel, és akkor annak hány százalékát tudja kiüríteni. Ez ugye a szív összehúzódásának a mértékén múlik, hogy mennyire erőteljesen tud összehúzódni a szív, és mekkora mennyiségbe tudja kijutatni a vért az eregbe. Na, ezeket a paramétereket, ha megnézed, hogy ezek mind javultak, és mind magasabb értéket vettek föl, akkor látni fogod azt, hogy ezáltal ugye egy sokkal hatékonyabb anyagcserét kapott az, akinek mondjuk taurin megfelelő mennyiségben volt a szervezetébe. Ez ugye együtt jár azzal is, hogy mondjuk könnyebben, gyorsabban égetsz el tápanyagokat, gyorsabb lesz a méregtelenítés is, és hát ugye ez egy jobban működő testet fog eredményezni. A következő kutatás, amit szeretnék neked megmutatni, az betegségekkel, egy betegséggel kapcsolatos. Konkrétan a mitokondriumnak egy olyan betegségével, ami genetikai eredetű, és egy nagyon csúnya betegség, de igazándiból csak a következtetések miatt hoztam ide neked, hogy nézd meg azt, hogy hogyan tudod hatni ugye az energiatermelő részére a sejtjeinknek, a mitokondriumoknak, ezáltal javítva az embereknek az életminőségét. Ezek, akik ebbe a MELAS nevű, tehát a mitokondriumnak egy olyan megváltozott működő képességével bíró betegség, ahol a tejsavas acidózis gyakorlatilag egy tejsav felhalmozódást eredményez a szervezetbe, és ennek hatására egy csomó szervünk rosszul fog működni. Ezeket a tulajdonságokat tudta azáltal javítani, hogy a mitokondrium ugye hatékonyabbá vált. És ugye mik a problémák ebben az esetben? Ugye fejfájás, stroke, epilepsziás rohamok, fülzúgás, izomgyengeség, retina elváltozások, és még halucinációk is itt beszoktak lépni a képbe. Ha megnézed ezt az összehasonlítást, akkor azt fogod látni, hogy az elején, a legelején pont valami hasonlókról meséltem neked, hogy mikben segített egyébként a taurin. És hát itt most ugye egy kicsit kiemeljük azt a részét, hogy a stroke-szerű események, és arról a részéről folyt igazándiból a kutatás, hogy 9-12 g taurint adtak naponta a pácienseknek, és hát gyakorlatilag egy elég hosszú kutatás volt, mert ugye 78 héttel előtte kezdték már el ezeknek a pácienseknek a vizsgálatát, hogy alakulnak náluk ezek a sztrókok, és aztán gyakorlatilag utána a 0 ponttól meg 52 hétig újra követték, hogy változott ez meg a taurin adagolás hatására. És hát azt látod, hogy a piros oszlop ugye ezek a stroke-szerű eseményeknek a számát mutatják gyakorlatilag egy éven belül, tehát az éveset, és utána pedig megint az 52 hét, tehát nagyjából egy év, ugye 52-53 hét, mennyire lecsökkent a zöld, ezt fogja mutatni. De ugye a kutatás az hosszabb távú volt, ahogy mondtam, 78 héttel előtte kezdődött, és hát itt ezen az ábrán így jobban láthatóvá válik talán az, hogy a piros szaggatottal, ugye húztam egy piros szaggatottat, hogy hol kezdődött az előző mínusz 52 hét, ahol még nem kaptak taurint, és utána, amikor kapják, hogy változott meg ezeknek a stroke-szerű eseményeknek a mennyisége ezeknél az embereknél. És látod, hogy
óriási a csökkenés. Hiába volt az előtte lévő 78-7-ben arginint adtak nekik, Q10-et adtak nekik, és azoknak nem volt olyan eredménye, mint utána lévő 52-7-ben a taurinyadalgolásnak. Szóval arra szeretném kihegyezni gyakorlatilag ezt a videót, hogy képzeld el azt, hogyha mondjuk a sejtjeid energiatermelő részét, a mitokondriumot ilyen mértékben meg tudta javítani egy ilyen betegség esetén is a taurin, akkor gyakorlatilag ez akkor is fog hatni, hogyha szerencsés helyzetben vagyunk, és nincs ez a betegségünk meg, és gyakorlatilag akkor is egy nagyon jó eredményt fog abba hozni a számodra, hogy egy sokkal jobban működő, akár egy soványabb testet, és gyakorlatilag egy energiadúsabb, több erővel rendelkező testet tudjál birtokolni. Na, ezt szerettem volna megmutatni neked ebbe a videóba, és hogyha szeretnél még hasonló érdekességeket hallani tőlem, akkor iratkozz fel a YouTube csatornánkra, és várlak szeretettel egy következő videóban is. Szia!